A szerdai költségvetési bizottsági ülés előterjesztéseiből már látszik, hogy Péterfi Attila polgármester és csapata megpróbálja az utolsó hónapokat kihasználni, hogy a megszokott holdudvarát további megbízásokkal, szerződésekkel lássa el, mondta Barkóczi Csaba, fideszes önkormányzati képviselő a költségvetési bizottsági ülés alkalmával. Ebben élen jár Bodnár Imre, az ismert pécsi baloldali ügyvéd, aki most egy újabb 6 millió forint plusz áfa értéktartamú szerződésre tehet szert, hogyha ez az előterjesztés a mai bizottsági ülésen átmegy. Az ebben az arcátlanság, hogy ezt a szerződést, ezt 2024. október 1-től egészen 2026. tavaszáig igyekeznek megkötni az ügyvéddel, ami hát eléggé sajátos. Ugyanis október 1-től már nem a jelenlegi baloldali közgyűlés viszi tovább a város ügyeit. Egy új testület másfajta módon kormányozza majd Pécset, tette hozzá jobboldali képviselő. Látszik az, hogy a polgármester meg akarja előzni, és gyakorlatilag ki akarja cselezni ennek az új testületi többségnek a felállását, és idő előtt már az ő kontójukra előre megkötni olyan szerződéseket, amelyek enyhén szólva is visszásak. Ezt a szerződést már nem lehet jogilag megakadályozni, mivel jelenleg a korábbi összetételű közgyűlés szerint zajlik a szavazás. Azonban októbertől már módjában lesz ezt, és korábbi szerződéseket is felülvizsgálni az új összetételű közgyűlésnek, hangsúlyozta Barkóczi Csaba, a polgári oldal önkormányzati képviselője.